nem hiába való reménység. Szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből pedig remény. A reménység pedig nem csal meg, mert Isten szeretete kiárad szívünkbe a nekünk ajándékozott Szentlélek által. Római Levél, 5. fejezet, 3-tól az 5. igeversig. Egy másik fordításban úgy olvastam, még szenvedéseinknek is örülünk, mert azokból türelem fakad. Nem tudom, Pál apostolon kívül hányan örülnek még szenvedéseiknek. Én nem hiszem, hogy közéjük tartozom. Egy dolog azonban biztos. A szenvedés türelemre tanít. Persze már akit. De aki türelmetlenül fogadja a szenvedést, előbb-utóbb rá kell jönnie, hogy nem sokra megy türelmetlenségével. Tehát, ha figyelünk szenvedéseink közben, hamarosan rájövünk, hogy türelmesebbek leszünk. Másokkal és önmagunkkal szemben is. Ennek a türelemnek a következménye egy erős, vagy jóval erősebb jellem, azaz egyéniség. Ezután már nem lesz nehéz bizalommal, reménységgel tekinteni a jövő felé. A reménység pedig nem hagy cserben. Milyen jó, hogy a hívő embernek van reménysége. Nem kell reménytelenül, céltalanul botorkálnia az életben. A remény a hit kinyújtott keze a sötétben. George Illes. Az embert a reménység élteti. Mihály Solohov. Minden vagyonodat elvesztetted. A virágok is elvesztették színpompás ékszereiket. Csak puszta gyökerük maradt meg a föld alatt. Azért ne hidd, hogy most már többé sohasem fognak virágozni. Vas Albert. És mit mond a Biblia a reménységről? Így várjuk azt a napot, amikor megláthatjuk a mi nagy Istenünknek és megmentőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőségét. Ő a mi áldott reménységünk, aki dicsőségesen fog visszajönni. Titushoz írt levél, 2. fejezet, 13. vers.